Tovább drágulhatnak a hazai élelmiszerek, hiszen az elmúlt évben az energiahordozók ára 4-5-szörösére emelkedett. A szezonális zöldségek közül először az uborka és a paradicsom árán érződik az emelkedés. Kutatások szerint hazai termények legnagyobb vetélytársa a lengyel piac, ahol a villamosenergia csak a felébe kerül, mint Magyarországon. A gyümölcsök körében is hasonló emelkedés várható, többen már előre félnek a cseresznyi magas árától. 2000-ért nem fogok cseresznyit venni, hallom, hogy 2-3-ért biztos. Sein János arról mesélt, hogy célszerű megvárni minden zöldségnek és gyümölcsnek a hazai érési szezonját, mert akkor elfogadható áron lehet hozzájuk jutni. Egy kicsit húzós az még, korai cseresznye talán, majd ha beérik a ropogós cseresznye, talán olcsóbb lesz egy kicsit. A legnagyobb problémát az alapvető élelmiszerek drágulása jelenti, azoké, amik minden nap az ember asztalára kerülnek. Nagyon drasztikusan, nagyon drágák. Hát most itt van a zöldborsó, 1500 forint. Jó, van a hagyma 350, az valahogy még a zöldzöreg, hogy ma nem az új. A zuborka, hogy is néznem itt fönt, 950, kovászos zuborka. Nagyon drága, az is van nekem cseresznyém, és valami úgy, mint a jég, mikor úgy összeveri, olyan flekkes. Hát, hogy mennyi lesz, azt nem tudom. Megy is, az is ott lesz a 2000 körül, biztos. A szezonális gyümölcsök érési ciklusához közeledve azonban egyre olcsóban lehet azokhoz hozzájutni. A földi eperárában érezhető jelenleg csökkenés. Ebben ment az ára, mert 1000 forintról indult, és reméljük, hogy még egy jó 3 hétig el fog tartani. Magyarország egyik legkedveltebb gyümölcse a kajszi és őszi barack. Az idei év kiszámíthatatlan időjárása azonban megnehezítette a termelők életét. Az időjárásnak köszönhetően túléltük ezt a kissé hidegebb körülményeket. Az idei év volt az első, hogy kijöttünk éjszaka füstölni. Ez így március 15-e környékén volt, akkor apuval kint töltöttünk 3 éjszakát, és akkor nagyon szorgosan füstöltünk, hogy próbáltuk a fagytól ugye megvédeni a termést. Szép volt, nagyon szép virágzásunk volt, kedvező volt tényleg az időjárás hozzá, úgyhogy azt gondolom, hogy az idei évben is azért elég szép termésre számíthatunk. Eléggé kényes gyümölcsfajták. Ugye nagyon érzékenyek itt az időjárás a hőmérséklet ingadozásra, úgyhogy a növényvédelem az igen fontos. Ugye ez azért látszik, hogy a csapadéknak a mennyisége az évről évre kevesebb. Ugye a tavalyi évhez képest az idén 80 mm-rel kevesebb csapadékot kaptunk, ami azt jelenti, így számszerűsítve, hogy ilyen 90 és 100 mm közt volt ebben az évben csapadék, ami viszont elég kevés. És ugye a gyümölcsöknek pedig azért szükségük lenne csapadék utánpótlásra, a növekedéshez is, meg ugye unblock az éréshez is. Június elejétől már a kajszi érése az kezdődik, most még vissza van egy kisebb fajta ritkítás, mert elég szépen kötődtek a virágok, tehát túl is kötődtek néhol, úgyhogy most még egy ritkítás vár ránk. Hazai eredetű termékeket vásárolva nem csak olcsóban juthatunk hozzá a zöldségekhez és a gyümölcsökhöz, de ezzel a lépéssel a magyar gazdákat is támogatjuk.